augusztus 20-a alkalmából mi más nézhetnénk meg, mint Magyarország képletét. Ugye nem tudom, hogy ez pontos-e, senki nem tudja megmondani, hiszen kapásból nem tudjuk az órát, de alapvetően István király szenti avatásának dátumát vettem alapul, vagyis 1083. augusztus 20-án, és a helyszín pedig Székesfehérvár. Nézzük meg a képletet. Íme itt a képlet, ami látszik, hogy Jinvíz disznó évben született, Jangfén majom hónapban, Jangföld majom napon, tehát nagyon sok benne a majom. Ami mutatja azt, hogy mennyire kis harcos nemzet vagyunk, hiszen a majom az egy nagyon harcos jegy, nagyon szeret harcolni, amellett meg nagyon szórakoztató is, és ezért a magyarok eléggé híresek arról, hogy nagyon-nagyon jó a humorérzékük. Nagyon okos jegy, nagyon intelligens jegy, és alapvetően inkább intellektuális, és nem hagyja magát. Ez is azért elég jellemző ránk. Ami érdekes lehet esetleg, még a jövővel kapcsolatban, az itt a Yangföld majomnál látszik, ugyanis jövőre egy Yangfa év lesz, és a Yangfa és a Yangföld együttesen egy opozícióban vannak. És ez az opozíció, ez egész egyszerűen azért érdekes, mert hogy az opozíció arról szól, hogy megtanuljunk önmagunk lenni, megtanuljunk a saját lábunkra állni, megtanuljunk egyedül boldogulni. Úgyhogy igazándiból jövőre valami ilyesmi várható Magyarországnak, hogy valamiféleképpen önmagára kell találnia, és saját lábra kell állnia. Ez persze soha nem egyszerű, és soha nem könnyű senkinek, valószínűleg Magyarországnak se lesz az, és természetesen azért kihangsúlyoznám, hogy ez egy olyan dátum, amit nem tudjuk, hogy tényleg ez-e, nem tudjuk, hogy pontosan ez-e, és nem tudjuk ráadásul az órát, tehát nem tudjuk biztosan. Ettől függetlenül boldog szülinapot, Magyarország!